Pénteken tartotta hagyományos szurkolói ankítját a 6. élvonalbeli idényének nekivágó kisvárdai futballcsapat. Akkor még a bemutatott 7 új játékos és a drukkerek csak bíztak abban, hogy 3 ponttal tér haza Zalaegerszegről a Várda. Révész Attila sportigazgató elmondta, hogy milyen célokat fogalmazott meg az előző 3 idényt a felsőházban záró klub. Egyértelműen stabilizálni kell a klubnak a helyét az élvonalban, ahhoz pedig kellett ez a mélyebb átalakítás. Olyan játékosokat hoztunk, akik hosszabb távon is meghatározói lehetnek, illetve az akadémiánkról is jönnek fel olyanok, akikben nagy potenciál van. A biztos bennmaradás, most mondhatom, hogy ez a legfontosabb vágyunk, de nem csak nekünk, hanem még rajtunk kívül 10 másik csapatnak is. Ferencváros leszámítva úgy érzem, hogy minden csapatnak ez lesz az elsődleges feladata. Majd menet közben alakul ki, hogy milyen pontmennyiségünk van és milyen céljaink lehetnek még azon kívül, ha elértük a bennmaradáshoz szükséges pontot. Én úgy érzem, hogy a jelenlegi szezonnak a legfontosabb feladata az, hogy azok a tehetségek, akik feljöttek, erősödjenek és vegyék fel az élvonal ritmusát, erejét. Milos Kruscsics első alkalommal csinált végig egy teljes felkészülést a csapattal. A szakember az edzéseken és a felkészülési meccseken tapasztaltak alapján bizakodó a kisvárda szereplését illetően. Az előző szezonban 2 hónappal a szezon vége előtt érkeztem, ami nem könnyű ilyenkor, hiszen a vezetőedzőnek és a csapatnak egymásra kell találni, megismerjük egymást, illetve azt a filozófiát, amit én képviselek, azt át kell, hogy adjam, és erre ugye az a 2 hónap ez nem volt elegendő idő. Most az edzőtábor alatt, illetve az edzőmérkőzések, és az, hogy egy teljes nyarunk volt arra, hogy felkészüljünk, úgy gondolom, hogy lépésről lépésre egyre inkább kezdjük megismerni egymást, és a fiúk megértik azt, amit én szeretnék játszani, és szerintem rendben leszünk. A keret új játékosainak a csapatkapitány Lukasz adta át a kisvárda címeres mezeket. Kovács Marcell, Raúl Martin Stefán, Lippai Tibor, Branimir Csipetic, Cékus Ádám és Balogh Norbert mellett a Csákvárról érkező Körmendi Kevin is megkapta a piros mezt. Azt gondolom, hogy teljesen más szín, mint az MB2, szóval ő még fel kell venni a ritmust, de azt gondolom, hogy sikerülni fog. A csapat készen áll a bajnoki rajtra, ezt megmutatta az edzőmeccseken is, hiszen szerintem jól szerepeltünk, jó eredményeket értünk el, úgyhogy várjuk a kezdést. A Zalaegerszegen 2-0-ás győzelmet arató csapatban Körmendi Kevin a 79. percben lépett pályára. A forduló további eredményei a következők: MTK Budapest Paks 1-1, DVTK Puskás Akadémia 0-1 és Újpest Fehérvár FC 2-1. A Debrecen Mezőköves mérkőzést ma este játsszák, a Ferencváros Kecskemét találkozót pedig szeptemberre halasztották. A Kisvárda a második fordulóban augusztus 7-én Kecskeméten lép pályára.